A föld népességének egyhatoda több mint 1000 nyelven és dialektusban naponta imádkozik 330 millió istenéhez. A 950 millió indiai nagy része hindú, de több mint 100 millió a mohamedán, 18 millió a szík és 7 millió a buddhista. A mai India világi állam, a vallás mégis elválaszthatatlanul beépült az emberek mindennapi életébe. Indiai képsoraink mai, ötödik része kizárólag ezt a témakört taglalja. A számtalan indiai vallás közül a teljességre való törekvés nélkül ma azokkal foglalkozunk, amelyeket utazásunk során megörökítettünk. Bár a föld lakóinak mintegy 10%-a buddhista, Indiában csak 7 millióan követik Buddha tanait. A lakossághoz viszonyított 10 szám ellenére ez a hit rendkívül fontos Indiában, hiszen innen indult meghódítani a világ jelentős részét. A buddhizmus valójában nem vallás, mivel nem istenimádat, hanem filozófiai és életviteli rendszer. A buddhisták alaptanítása az, hogy az élet szenvedés. A szenvedés oka az élethez való ragaszkodás. Leküzdésének módja a földi vágyak elfojtása és a folyamatos elmérkedés. Akinek sikerül a javaktól lemondania és életvágyát elfojtania, az előbb-utóbb kiszabadul a kényszerű és újabb szenvedéseket hozó újraszületések láncolatából, és eljut a nirvánába, a teljes megsemmisülés állapotába. A buddhizmus nem az istenektől várja az emberi jövő jobbra fordulását, hanem azt tanítja, hogy a döntés az embertől függ. A buddhista családok fiúgyermekei közül legalább egyet már apró gyermekkorukban felajánlanak a kolostoroknak. Itt nevelkednek és tanulnak a jövendő buddhista szerzetesei. A buddhizmus központi fogalma a karma törvénye, amely szerint a jó és a rossz tettek egyaránt elnyerik jutalmukat, illetve büntetésüket vagy még ebben az életben, vagy az újjászületések sorozatában. A papok és a növendékek elfoglalják helyüket a templomban, majd imádkozni kezdenek. Közben egy-egy kor teát isznak, ami izgatóan hat rájuk. Az imák ciklikus és egyre hangosabb ismételgetéséhez dobok, fúvósok és kürtök csatlakoznak. Ez egyre erősödik, még végül a kívülálló számára a hangzavar teljesnek tűnik. A ciklikusan ismételt imák és énekek a mantrák.
A mantra összetett szanszkrit szó, man, elmét, tra, segítő erőt, mantra az elmét és a gondolkodást óvó erőt jelenti. Az imádkozás a mantráknak csak egyik feladata, a másik a dobokkal, kürtökkel, fúvósokkal kísért gondosan kiválasztott szavak ismételgetése. Ezen szavak kiejtése olyan rezonanciát okoz az agyban, amely mintegy megbizsergeti, felfrissíti az agyat és transzba ejti az imádkozót. A nagy indiai és tibeti filozófusok évszázadok óta beszélnek a mantrák különleges erejéről. A tibetiek szerint a világmindenség is mantrából, egy alapszóból nyerte létét. Ez a szó az om, amelynek jelentése volt. Érdekes a kereszténységre emlékeztető hasonlóság. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. A mantrák ismételéséhez a kereszténységnél a rózsafűzér, és olyan szavak, mint például Ámen, Ave Maria, Hozsanna használata hasonló. Ezeket a szavakat pontosan a bennük rejlő erő miatt gyakran le sem fordították a különféle nyelvekre. A buddha képmások állva, ülve, sétálva vagy fekve, de mindig meditáció közben ábrázolják a tanítót. Ez azt jelzi, hogy a meditáció bármikor és bármilyen testhelyzetben lehetséges. Minden kolostorhoz könyvtár is tartozik. Ebben Tibetből kimenekített értékes buddhista szent könyveket, vallásos szöveggyűjteményeket és imakönyveket, valamint kegytárgyakat is tartanak. A kolostorok előtt állnak az úgynevezett stupák, vagy erekje tartó szentélyek. Ezekben a tornyos kis építményekben királyoktól, vagy egykori kiemelkedő vallási tanítóktól őriznek valamilyen kegytárgyat. A buddhisták szerint, ha a hívő imáját ismételgetve legalább 5-ször körbejárja a stupákat, akkor kívánsága teljesül. A mélyen vallásos hívők a földön csúszva kerülik meg a kis építményeket. Az imádkozó minden körnél szimbolikus áldozati ajándékot, ez esetben egy kavicsot ajánl fel Buddhának.
A svasztika Európában a horog keresztként vált hírhetté. Szanszkrit eredetű szó szerencsét, jólétet jelent. A 12. században Nyugat-Indiából a hódító muzulmánok kiűzték, a hindu brahmán papok pedig rettegésben tartották Buddha követőit. A megmaradt buddhisták később a Ganges völgyében és a Himalája keleti lábánál telepedtek le. Az aszkéta közösségek új szertartásokat vezettek be, például az istenek nevét imazászlaikra írták. Indiában a buddhizmus a 4.-6. században hanyatlásnak indult, és a 10-12. Század végére a hinduizmus szinte teljesen kiszorította. India lakosságának mintegy kétharmada a hindu vallás híve. Az őslakosoktól átöröklött totemisztikus kultuszok, a szent tehenek, kígyók, majmok, elefántok tisztelete, a víz tisztító erejébe vetett hit, a démon hit, a fetisizmus alkotja a hinduizmust. Az ország és a hinduk legszentebb folyója a Ganges, amely állítólag nem más, mint a Ganga, a gyors léptű istennő, akinek vize a benne megmerülőkről lemossa bűneiket. A mélyen hívő hindut nem lehet meggyőzni arról, hogy a szent folyó vize szennyezett lehet. A környezetvédők ezért óvatosan fogalmazva azt mondják, a Ganges anya szenved. A vallásos hindu nem léphet be a templomba tisztálkodás nélkül. Ezért a hindu templomok folyó vagy tóparton épültek, de ha a természetes vízforrás nem található a közelben, akkor kis fürdőmedencével látják el őket. A hindu vallás gyakorlatban a zarándoklat évente ismétlődő fontos esemény. Indiában alig van olyan hely, amely ne lenne szent. A hindu zarándok helyek száma meghaladja a 60 000-et. Ezek közül az egyik leghíresebb a Kalkuttában található Káli templom, amely a bengáli hinduk egyik szent helye. Thank you.
A hívő a templomba valamilyen adománnyal érkezik, ez többnyire étel, leginkább rizs. Az adományt az oltárnál felajánlja a templomnak, majd maga is vesz belőle, a többit pedig a szegényeknek adja. A vegetáriánus étkezés azért népszerű a hinduk körében, mert vértelen táplálékot vehetnek magukhoz, a vér ugyanis tisztátalannak számít. A vörös virágszirmokból készült fűzérek Káli istennő kedvenc virágai. Ezért az istennő jóindulatának elnyerésére a templomba érkezők mindig visznek magukkal virágszirmokat, fűzéreket és illatos füstölőket. A zarándokok a templom bejáratánál még a Gangesből való néhány csepp szentelt vizet kapnak. Szimbolikusan ezzel tisztulnak meg bűneiktől. A hindu művészek Káli istennőt sokféleképpen jelenítik meg. Káli a teremtés és a pusztítás istennője is. Az anya istennő ősi figura, aki az idők során számtalan alakban maradt fent. Egyaránt adakozó és büntető. Attól függően, hogy az istennő arcképét milyen színűre festik, a bölcsességet és a gazdagságot is jelképezi. Az anya istennő kultuszának alapja az áldozat. A kalkuttai Kaligát ünnepen napjainkban már csak állatáldozatot mutatnak be. 800 kecskét ölnek le, és fejüket halomba hordják Káli istennő oltára elé. Az emberáldozat még a 19. század elejéig dívott. A hindu templom szociális intézmény is. A hajléktalanok itt húzzák meg magukat, és egy-egy tál ételt is kapnak. A hindu nők homlokuk közepére vörös jelet festenek. Ez az úgynevezett szindul, amely azt jelenti, hogy ők már voltak bent a templomban, így megtisztultak. A karma fogalma a hinduknál is ismert. A karmától függ személyes sorsunk. Ez olyan természeti törvény, amely szerint azzá leszünk, amit gondolunk vagy cselekszünk. A jelenlegi életünkben elszenvedett csapások a múltban elkövetett tetteink következményei. A hindu felfogás szerint a halállal csak a test pusztul el, a lélek más testben többször is újjászületik, mindaddig, amíg eléri a születés, halál, újjászületés körforgásából való megszabadulást.
A látogató országszerte lépten nyomon kis szentélyekre bukkan. Ezekben vad, rikító színekkel kimázolt szobrok láthatók, amelyek elé gyermekáldás után sóvárgó asszonyok bábukat tesznek, hogy elnyerjék az istennő segítségét. Vallási közösségek közül a leglátványosabb a szíkeké. A vallást alapító gurú a szerinte legfontosabb öt erkölcsi és vallási normát szimbólumokban jelenítette meg. Azért, hogy hite alaptételeire minden szik állandóan emlékezzen, és hogy a szik férfiak első látásra felismerjék egymást, ezt az öt szimbólumot külsőségekben is ábrázolta. Hajukat, szakálukat születésüktől nem vágatják, ez a vallásos életmód jelképe. A szik férfiak hosszú hajukat konyba csavarva turbán alá rejtik, fa vagy elefántcsont fésűt a tisztaság szimbólumát viseli. Rövid, lábszárhoz simuló nadrágban járnak, ami az éberséget jelképezi, és egykori harcias életmódjukra utal. Hosszú bőnadrágot vagy kaftánt viselve harc közben könnyen elbotolhattak volna. A kard a gyengék oltalmazásának a szimbóluma és viselete abból a korból maradt fent, amikor tartani kellett az ellenség támadásától. Az acélkarkötő az elszántságot jelképezi. Ma már vallási ünnepek kivételével a kardot csak a turbánba szúrt, hajtűjükön ábrázolt apró hanzsár jelképezi. A szik vallási közösségnek eddig 10 guruja volt. A gurukat Isten és az emberek közötti közvetítőnek tekintik. A szikek is hisznek a lélekvándorlásban és a nirvánában. Szerintük az embernek van lehetősége arra, hogy erkölcsös élettel eljuthat a megtisztulásig, miközben leküzdi egoizmusát és elfojtja magában a szenvedélyt. Thank you.
Csak úgy, mint a hindu templomokban, itt is adományokból osztanak ingyenes élelmet. A kiosztott étel vegetáriánus, de a szikek ételeikben még tojást sem használnak. Mielőtt a templomba lépnének, fejüket, hajukat lefedik, a szikh zászló oszlopát körüljárják és megcsókolják, és kezüket, arcukat a Ganges szent vizével öblítik le. Központi gyülekezőhelye a főszentély, ahol szentírásuk díszpéldányát őrzik. A könyv felolvasóit, őrzőit grantiknak nevezik. A granti a főszentélyben ülve díszes, ezüst fogantyús legyezőjével időnként úgy tesz, mintha a legyet zavarna el az oltár felett. Ez is szimbolikus cselekedet. Azt jelképezi, hogy az őrzők egy percre sem feledkeznek el hivatásukról, a szent könyv őrzéséről. Szikek testvériség címén eredetileg egyesíteni szerették volna a hinduizmust és az izlámot. 1947-ben India felosztása után a muszlimok nyomására a szikek 40%-ának el kellett hagyni a pakisztáni otthonát. Sok szik,
ezért még ma is a muszlimok könyörtelen ellenségének tekinti magát. A szikek a hindukkal is véres összetűzésekbe bonyolódtak, mivel az észak-indiai Pandzsában, ahol a legtöbb szik letelepedett, nagyobb autonómiára, politikai függetlenségre tartanak igényt. Az indiai vallási kisebbségek közül a legjelentősebb a mohamedánoké. Az ország lakosságának 10%-a, mintegy 110 millió ember a próféta követője. Az első muszlim betörések Észak-Indiában zsákmányszerző rablóhadjáratok voltak, amelyek során hinduk tömegeit tölték meg, vagy kurcolták el rabszolgának. Templomaikat is lerombolták. A proféta vallásának eszmevilága csak azután kezdett hatást gyakorolni a hindukra, hogy a muszlim uralkodók India területén megalapították saját birodalmukat, és számos hindut az iszlám vallásra térítettek. Ez azonban csak a 15. századtól kezdve történt, és a hindu vallás egésze szempontjából nem volt mérható jelentősége. A mohamedánok egyisten hívők. Felfogásuk szerint bűnnek számít az Isten ábrázolása. Az iszlám tanítása nagyban hasonlít a Biblia ótestamentumi felfogásához, és Jézust a mohamedánok is tisztelik, de csak prófétaként és nem mint Isten fiát. A mohamedánoknak hite nem csak vallási meggyőződés, de életforma is. Így a mecset bezárta után a vallási központ körül a hívők mindennapi életüket élik.
A mohamedán hit nem csak vallás, egyben küldetés is, mert előírja, hogy követői a világ meghódítására törekedjenek. A nemzet atyának nevezett hindu vallású Mahatma Gandhit egy fanatikus másik hindu gyilkolta meg. Gandhi mártírja lett a teljes vallási egyenlőséget követelő eszménynek. Az India függetlenségéért folytatott harcok során tanúsított erkölcsi nagyságával az egész világ tiszteletét kivívta. Holttestét Delhi mellett a Yamuna folyó partján hamvasztották el. Emlékművére utolsó két szavát vésték, He, Ram, ó Isten. A keleti vallások a nap és holdistenben, az elemek isteneiben hisznek, míg a nyugati nagyvallások többé-kevésbé feladták ezt a kapcsolatot a természettel. A kelet népei a hit olyan távoli állomásaira nyúlnak vissza, amelyeket a kereszténység és az iszlám, mint rég túlhaladott pogányságot elutasít. A hinduizmus és a buddhizmus a Bibliával és a Koránnal ellentétben inkább filozófikus jellegű. A nyugati vallások többsége a fény és a sötétség ellentétét hirdeti. Sorozatunk utolsó állomásán az indiai képsorok végén egy a vallási türelemről megfogalmazott buddhista költeménnyel búcsúzunk. Felölti bölcsen, ki bodhiszatva, bárki is bárminek alakját, s tanítja minden nyelvre szabva örök törvénynek foglalatját. Változik nappás, holdá az égen, lesz föld, vagy lég, vagy tűz, vagy pára. Indra, Brahma, de lehet, hogy éppen más isten képét ölti magára. Mert mindegy, bárki mély hitet vall, kövesse csak a megszabott utat. Módot, legyőznie világot, mindnek saját hite szerint mutat. Mani Bimbe Om.
Amen.